az első négy sort megmutatod, és akkor elkezdem. Holnap reggelre kelve. Holnap reggelre kelve. Barnos, szerusz. Mi alapján döntöd el, hogy melyiket veszed fel? Ez a hétköznapi bohém kalapom, ez pedig a fellépő kalapom. Ha lenne egy olyan történelmi személyiség, akivel szívesen találkozol személyesen, az ki lenne? Hát valamelyik 56-os, az biztos. Hogyan kerültél a film közelébe? Úgyhogy megjelent egy novellás kötetem 23 éves koromban, és akkor kerestek a színházak azért, hogy írjak nekik színdarabot, a filmesek pedig azért, hogy forgatok könyvet. Megáll az idő, ez nyilván kultikus film. Hogy viszonyulsz ez a filmhez? Mint a szeretett gyerekemhez, mert nagyon sok minden szerepel benne az életemből. Cseh Tamás, egy őrült. Most az őrült az akkoriban elismerő jelző volt. Azt jelentette, hogy nem olyan, mint a többi, meg saját világa van. Azt mondták a lányok, hogy milyen szomorú női kapcsolatai vannak. Azt mondta, ezek a Géza női, a Géza ilyen. Olyan témákhoz mert hozzányúlni, amikhez éppen abban a pillanatban nem nagyon illett. Ő könnyes szemmel tud nézni egy jelenetet. Fontos az, hogy nagyon pontosakat tud fogalmazni. A szabadság egyik különleges aktorának tartom őt. Köt leszek egy végleg eltűnő álomhely.